kezdjük ahhoz, hogy bemutassam a biciklimet. Ja. Hoztam, várjál. Igen, átadjuk. Átadás lesz. Megkérném a bájos segítőmet, hogy... közelebb a kamerát legyen meg. Igen. Rendesen a látszat és az érzet. Jó. És majdnem elejtette. Na, ez a tied, ez az enyém. Bájos segítő. Avatás volt. Igen. Országúti után az eléggé fellélegezés, főleg városban, hogy ilyen biciklim van. Ez hát inkább terepjáró, mint országúti. Mint ahogy bájos segítőm is mutatja, vagy nézegeti. Nagyon, nagyon bájosan. Ez egy... nos, hát a legfontosabbakat nyilván, amit tudni kell róla, az a neve elsősorban, gondolom. Ez egy Cube Nature Cross, ami trekking, ugye? Igen. És MS vázméret. 54 cm, az MS-nek felel meg. Amúgy AMG, de mindegy. Az egy ilyen 173 és 180 cm közötti testmagasságú emberhez illik. Test. Úgyhogy ő pont bele tartozik, mint ahogy én is. Szóval ez teljesen tökéletes méretarányban, úgyhogy erre esett a választás. Van ennél sokkal drágább bicó, ami felelni nem tud. Hasonló tulajdonságokkal igen. bír. Mondjuk, jó, hát, igen. Mondjuk azt, és akkor még szépen fogalmaztunk. Igen. Mi volt az országúti karriereddel? Mesélj róla pár szót. Hát mi volt? Hát az egy kényelmetlen... nem amúgy. Szóval... jó, teljesen őszintén, más. Őszintén, az országúti az jó, mint benne van a nevében, országútra. Nagyon jó, nagyon gyors, természetesen... úgymond élmény, már amennyire egy biciklivel élmény menni. Viszont városba igen kényelmetlen. Ne legyünk ugyanazon a helyen, gyere cseréljünk. Na, köszönöm szépen. Na az volt, hogy kinézett ugye magának egy országút, itt nézegetett, volt BMX-e is nagyon régen, még 5 évesen, hány éves voltál kb. És az nem jött annyira át, akkor jött egy olyan ötlet, hogy országútizni szeretne, majd ugye megvettük, amit láttatok videóban az országútit, teljesen jó volt. Nagyon-nagyon jól ment, tök jó, egy közép haladó szintű bicikli volt kb. Lehet azt mondani rá? Legyen közép szintű, legyen. Tehát ugye nem egy belépő kategória az országútiba, de nem is egy csúcs technológia. Megvettük azt, tök jó volt, szép volt minden, viszont annyira kiállt sokszor a háta meg stb. Hát tudnélik, ugye jó idő van, nagyon sokat bicózunk, napi szinten órákat, és bicóztunk este is sokszor, ami nem épp a legjobb, mert hát patkákat amúgy se veszel észre, úthibált egy gödröt valamit, és hát... döccenő. Döccenőt. Párszor majdnem pofára esett vele, ami nem a legjobb, hát az meg volt edzve az a bicikli. Csuklóját eléggé szétverte. Úgyhogy úgy döntött, hogy lehet kipróbálna valami mást is. Nem volt még sehol ez az ötlet, amikor jött Tibinek a országúti biciklije. És az annyira profi országúti bicikli volt, egy full carbon megépített. Fú, nagyon jó, egyből szerelmes lett a gyerek, meg hát igazából nekem is nagyon tetszett, hogy jó, akkor felrakjuk azt a bicót eladni, és hogyha az elmegy, akkor visszük a Tibiét. Na hát úgy képzeljétek el, hogy mi meglepő, a Tibi biciklije elkelt, és én tökre el voltam szomorodva, Domi végkép, és na, teljesen elfelejtettük, hogy fennmaradt a hirdetés a bicikliről, a Domiéről. Használtuk még pár napig, és miután elkelt az a bicikli, 3 napra kb. Rá csörög a telefon egyszer reggel, hogy megvan-e még az országúti. Nekem akkor jutott eszembe, hogy a hirdetés fennmaradt. Hát nyilván makogva mondtam, hogy megvan még, persze, lehet jönni megnézni, ha úgy van. Nem tudtam, hogy Dominik mennyire fog neki örülni, de végül eljött a Koma megnézni, és annyira tetszett neki, hogy innen körülbelül 40 km-re lakik. Ráült, azt mondta neki, ez jó lesz, és hazatekert vele. Rá 2,5 órára pont elkezdett szakadni az eső, de pont hazaért, úgyhogy elég jó versenytempót ment. És utána elkezdtünk szétnézni meg minden a biciklikkel, erre esett a választás. Hát igen, ami utána jött, hát az... Most jön a javasl. Az itt van, hát az mennyire jó volt. És elkezdtünk nézelődni neten, hogy ugyanilyen közép ár kategóriába milyen montikat lehet kapni, amilyen trekking, cross trekking, tehát azért ennek magasabb a váz, ez nem kimondott monti, viszont ugyanúgy egy teleszkóp van benne, stb. És ezt találtuk árérték arányba a egyik legjobbnak, illetve dizájnba. Ez az egyetlen szín volt neki, ami nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy néztük neten, pont nem volt a méretében, MS 54-es méretben, és bementünk Tibiékhez, és volt. Így van. Úgyhogy ennyi a története, szóval nagyon örültünk neki, ez az egyetlen egy darab volt belőle, úgyhogy megvan az öröm, meg minden. Ráült és körülbelül úgy tudja jellemezni, hogy egy Lamborghini után belült egy G-osztályba. Ez körülbelül színre is olyan amúgy, mint az AMG-nek a megjelent ez a matt antracit szürke szín. Nagyon jól teszik. Szóval nagyon jó, egy nagyon jó kis bicikli, eddig negatívumot nem nagyon lehet róla mondani. Mindenre gondoltak, adtak hozzá. Hozzájár. A Cube az egy német márka.
és egy bizonyos értékhatár fölött Németországba gyártják, viszont egy bizonyos értékhatár alatt nem németbe rakják össze, hiába ez a márka. Ezt, ha minden igaz, ha jól tudjuk, pont már Németországba szerelték össze. Az ülése az írtókényelmes, az nagyon jó, az tényleg tök jó, tekersz vele rengeteget és akkor se nyomja el a... Ezen hidrós tárcsafékek vannak, ugye ami annyit akar, hogy nem bovdent szaladott benne, sokkal érzékenyebb és jobban lehet fékezni vele, legalábbis nekünk ez a véleményünk, mi nagyon szeretjük, még be kell kopjon normálisan a fék, nagyjából alakul. Nagyon fontos, LED lámpát kapott Velotekből, ezek USB-vel tölthetőek. Domi, 3 vagy 4 fokozat van rajta? 1, 2, 3, 4 fokozat van rajta, ez este írtóerős. Nem látszik, de a negyedik az egy autólámpa. És ha duplán nyomod, akkor elkezd csak így villogni, abból is tudsz erősebbre váltani, és ha hosszan nyomod, akkor végre elalszik. Már csillagokat látok. Már kapott egy sebességmérőt, az jó, hogy van. Az nagyon szükséges. Igen. Ezen ír csomó mindent, mennyi az idő, azt hiszem hőfokot is ír rajta. Igen. Mennyit mész, mennyit mentél, amióta fent van, mennyit mentél akkor, amikor... Per pillanatnyi kilométer per órát. Igen. Most van egy bizonyos célunk vele. Na, mi az? Hát az 50. Kilométer per óra. Igen. Van a hídról lefele egy olyan lehetőségünk, hogy csöveljük, mint az állat. Természetesen én BMX-el próbáltam meg legelőször, nagyon kellemes volt. Egy növény úgy megütötte a lábamat, úgy telibe vágtam, hogy elkezdett vérezni a lábam. Igen, szúrós volt, igen. Na mindegy, úgyhogy ezzel hergeljük folyamatosan, 45-tel tudtunk menni vele lefele, utána 46, és a legvége az 48 volt, ugye? De akkor már tényleg 3/8-ba csöveltük. Hát az 50 az meg lehet. Amúgy még 2 km per óra, most bőven. Van egy ilyen csúszka rajta, amivel ha eltekered, nyithatod és zárhatod, hogy merev villa legyen vagy teleszkóp. Ilyen apró dolgok, ami amúgy nagyon sok bicikli mai világban megtalálható. Szóval nem olyan különleges esse, de mi nagyon szeretjük és mindenképpen. Hogy ne lenne különleges, hát az enyém. Na, nem? Na, ez olyan volt, mint amikor mama szokott mesélni. Na, hát nem? Na, hát akkor! Jó, annál. Csak mondom. Nekünk szerintem teljesen... Megáll, úgyhogy szerintem azért elég jó. Figyelj, 48-ról nagyon szépen nagyon jól lelassított, lesz. Mikor vissza kellett fordulni a sapkámért, mert természetesen lefújta a medencét. Az országútin patkófék volt, ugye? De általában az országútin nyilván, az szokott lenni. De hogy azért az ott eléggé csúszik, az ott hát olyan sebességre nem nagyon fog meg, hát azért ez úgy megfog. De az el van vezetve. Ez annyiban jobb ez az új technológia, hogy régen a külső bovden az itt megakadt, és a belső bovden szaladt csak végig, és itt egy műanyag fogta meg az egészet, és a szarrá tört. Most az egész bovden csúszik benne végig, nem tudom, hogy mennyire érthető, de a lényeg az, hogy ez egy kicsivel jó konstrukció, már kijavították a hibáit, amik egy előző években voltak. Nem kell kormányvégdugó, olyan markolat van rajta gyárilag, hogy védi azt is, szóval ez így tök jó, kényelmes. Köszönöm a részletes bemutatást, ez így nagyon jó lett. Meghiméli a csuklóját rendesen. Mikor ráült először, leszállt róla és mondja, hogy azt a mindenit, ez ilyen kényelmesnak. Gondoljátok, mit élhetett át akkor az előzővel. Inkább városban nehéz, amikor... Hát ugye nehéz. Jóval balonosabb ez a gumi, sokkal jobban kimozogja az úthibákat, mert hát ugye sajnos akad. Akad mindenhol úthiba, ezt szerintem ti is tudjátok. Na mindegy. Ez van. Ez így egybe van, ez helyé, így tökéletes, ahogy van. Így van. Erre nem kell semmit változtatni, kapott pluszba egy ilyen sebességmérőt és ennyi. Ja, ennyi. Ennyi mára. Jók legyetek, jövünk a kövi videóval a BMX-el. Sziasztok! Hello.